A regényben izgalmas történetek sorát ismerhetjük meg. Családokat, tragédiákat, barátságokat és szerelmeket. Mindezek mögött ott húzódik egy sötét árnyék, a bácskai vérengzések. Az 1941 és 44 közötti időszakot egy távoli rokon visszaemlékezései idézik fel. Ez a szál az egyik főszereplő Imre nagyapjához kötődik, aki 42-ben vándorolt ki Újvidékről, előbb Brazíliába, majd Uruguayba. Imre Madridból utazik Budapestre, hogy onnan menjen tovább Újvidékre, mert a halálos ágyon fekvő nagyapjának megfogadta, hogy egyszer okvetlenül ellátogat a szülőföldjére. Magát az írónőt nem fűzik rokoni szálak Vajdasághoz, Újvidéken sohasem járt, de a vajdasági történelem hosszas tanulmányozása után, ahogy Patak Márta fogalmazott, fogadott vajdaságinak érzi magát. Nem vagyok történész, viszont ez nagyon fontos volt nekem, hogy a tudható események pontosak legyenek. Tehát ezt mindent dokumentáltam. A regényben vannak is pontos idézetek, jegyzőkönyvekből, nem is tudom, hídleírások, műszaki leírás, tehát minden ilyen, ami tudható, annak alaposan utána néztem, több méternyi szakirodalom sorakozik a polcomon most is, tehát ami föllelhető volt 2009 és 2014 között, azt mindent elolvastam. Patak Mártának ez az első önálló kötete, amely a Fórum Könyvkiadó Intézet gondozásában jelent meg 2015-ben. Előtte rendszeresen közölt prózai írásokat a folyóiratokban, valamint egy személyben fordítója és kiadója a Patak könyveknek.